Meghekkelték az agrárállamtitkár honlapját. Zsigó Róbert, a Fidesz korábbi szóvivőjének weboldala több mint egy éve nem tökéletes. A látogatót átirányítja egy másik oldalra, ahol erotikus tartalmak vannak. Ezt eddig az államtitkár sem vette észre, de most megszüntette a honlapot. A Híradónk által megkérdezett szakértő szerint a többi politikusnak is érdemes lenne ránéznie a honlapjára. Ezek a hacker támadások ugyanis, mint mondják, főleg a rosszul karbantartott és kevésbé védett honlapok ellen irányulnak. Zsigó Róbert honlapját már csak egy másik oldalról keresztül lehet elérni, amely automatikusan lementi az oldalak régebbi verzióját. Eszerint már tavaly április 30-án nem stimmelt a Fidesz akkori szóvivőjének honlapja. A látogatót egyszerűen egy erotikus oldalra irányította át. Időközben Zsigó Róbert az élelmiszerbiztonságért felelős államtitkár lett. Ma egy fagylaltozóban ellenőrizte munkatársaival a minőséget. Az oldallal kapcsolatban azt mondta, nem is vette észre, hogy több mint egy éve nem saját magáról talál információkat a saját honlapján. Én magam is meglepődtem ezen a dolgon, mondhatom ezen a rossz tréfán, ami történt. Nem vagyok informatikus, de a kollégáimat megkértem arra, hogy vizsgálják meg mindenképpen, hogy mi történt, illetve hogyan történhetett ez. Egyébként az oldalt megszüntettük már, tehát lezárt. Az államtitkár azt is mondta, hogy nem maga kezelte az oldalát, hanem más végezte el ezt a feladatot. Arról van szó, hogy egy éve van, ha jól tudom, még egyszer nem vagyok informatikus, arról van szó, hogy egy éve lehet ott valami a háttérben, nem én kezelem, éppen ezért mondom, hogy az informatikus kollégáimat megkérdeztem, hogy nézzék meg, hogy mi és hogyan történt. Amit tudok valamit, és az köszemlére érdemes, akkor természetesen el fogom mondani. Az ATV híradója megkeresett egy szakértőt, aki azt mondta, vannak olyan programok, amelyek automatikusan fésülik át az internetes oldalakat, és a gyengén védett honlapok könnyű prédává válhatnak. Zsigó Róberté ilyen lehetett. Hogyha végignéznénk az összes politikusnak a honlapját, lehet, hogy találnánk többet is, amelyik hasonló a támadás áldozatává vált, mert igazából ez nem arról szól, hogy ő politikus vagy nem, hanem arról, hogy milyen honlapot használ, milyen szoftvert, ezt mennyire tartják karban, frissítik-e, gondozzák-e szakemberek, és törődnek az oldal állapotával vagy sem. A szakértő szerint azért hekkelik meg a weboldalakat, hogy forgalmat lopjanak az átirányítással, vagy eleve vírusos oldalra irányítják át a látogatókat, akiknek a gépét anélkül meg tudják fertőzni, hogy észrevenné a gyanútlan használója.